Sziasztok, kedves hallgatóink! Itt a Kontra Podcast legújabb adása. Béla sokkal jobb bevezetőket szokott mondani, mint én, de hát most ő felmentés kapott a műsor alól, ugyanis megszületett a gyereke, ezúton is gratulálunk neki innen. Tehát most nekem kell összehozni valami olyasmit, ami az ő gördülékeny bevezetője szokott lenni, de én meg ilyet nem nagyon tudok, úgyhogy gyorsan bele is vágunk az egészbe. Itt vagyunk Csepelen. Sokan nem tudják, de Csepel gyakorlatilag a kerékpár nagykerezés központja ahol, ahol a legtöbb jelentős nagyker megtalálható, akik ugye a kerékpárforgalmazók, gyártók, stb. A vendégünknek nem is fedhetjük fel a hangját, hiszen ő inkognitóban van, hiszen olyan témákról fogunk beszélgetni, amik nem publikusak. Hello! Sziasztok! Akkor most kéne bemutatkozom, amit most nem fogok megtenni, hiszen én teljes inkognitóban vagyok itt. Üdvözlöm szintén a hallgatókat. Nagyon sajnáljuk, hogy Béla nem lehet itt, de hát aki apai örömök elé néz, illetve már nem csak néz, most már megvan, megértjük, hogy a prioritások máshol szólították bár van ugye a YouTube-on egy tök jó videó arról, amikor valami kosárlabda csapat edzőjét kérdezik arról, hogy, egy, hogy az egyik játékos miért nem vett részt a, a meccsen, és miért a gyereke születése után a kórházba volt, és ezután az edző kiosztja a, 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 kedves sportriportert, hogy hát ugye ennél nagyobb élmény meg dolog a világon nincsen, tehát miért lett volna a játékos a meccsen, hiszen gyereke született, ami azért nem egy gyakori dolog. Úgyhogy, úgyhogy Bélának ezennel is jó, sok, sok jót és, egész, és jó egészséget kívánunk, meg hát a gyereknek is, de főleg Bélának, mert neki innentől elég nehéz dolga lesz a közeljövőben. Na, de tényleg most fordítsuk komolyra a szót. Szóval jelenleg a Noizernél vagyunk helyileg, és Kaposi Zolival beszélgetünk, aki mondhatni, hogy az egyik legrégebbi motoros ebbe a nagykeres szakmába. Mutatkozz be egy kicsit akkor, most már így torzítás nélkül. Sziasztok, Kaposi Zoli vagyok tíz év volt a karácsonyfa függő. Nem, ez egy másik poén volt. Igen, valóban elég, elég régóta benne vagyok már a szakmában, és ráadásul még céget sem váltottam eközben. Egyrészt annak is köszönhető, hogy maga a cég is stabil, másrészt ugye a munkahelyi környezetnek is. Köszönhető. Köszönhető. Emellett egyébként nekem is voltak kitérőim, ilyen kvázi másodállásként, én is elég sokat dolgoztam például a kerékpáros sajtóban a régebben, még annak kezdtem a Bringa magazinban, és azután még egy kicsit dolgozgattam a velóba, besegítgettem az outdoor sportba, legalábbis cikkek tekintetében, egy nagyon kicsit a turista magazinba, illetve hát volt most egy, egy röpke próbálkozás, illetve nem csak próbálkozás, de néha írok cikket a bike magba is. Így van, nem lesz olyan vendégünk, aki valamelyik kerékpáros médiumban nem szerepelt volna íróként. Innen is látszik, hogy azért mennyire, Mennyire kis piac hazánkban ez az egész kerékpározás, meg nagyker, kisker, egyebek, tehát gyakorlatilag mindenkit ismerünk szinte személyesen, és val mindenki sokszállal kötődik, mind a médiához, mind a kerékpározáshoz. Tehát itt azért jelenleg nem úgy kell elképzelni a, a menedzsereket sem, meg a termékfelelősöket sem, hogy jöttek mondjuk egy, egy teljesen outsider szakmából, és akkor most itt itt megmondják a tutit, hanem jellemzően ebben élnek fiatalkoruk óta. Igen, és egyébként pont, hogyha átmegyek ugye a konkurens nagykereskedésekbe, ott is az emberek többségét ismerem, és nem két-három év óta, hanem valaki 15 éves imán ismerek, vagy még régebben, és lehet, hogy nem, abban a nagykerben kezdte a pályafutását, hanem egy másik nagykereskedésben, vagy pedig akár egy kiskerboltban, de biztos, hogy nagyon régóta benne van a szakmában, legalábbis az emberek többsége. És igen, és itt kanyarodnék vissza ahhoz a szálhoz, hogy én is dolgoztam a Noisernél, méghozzá pont az Olinak köszönhetően itt kezdődött úgymond a, a kerékpáros pályafutásom. Talán 2004-ben volt, te mióta is vagy a Noisernél? Hát én 2000 óta. Uh, hát azért az most már ugye 20 év. És gyakorlatilag talán az egyetlen olyan ismerősöm vagy itt a nagykeresek között, akik akik ez alatt ugyanannál a cégnél voltak végig. Tehát, tehát nem vándoroltak ide oda almoda mert azért ez is jellemző, hogy szakmán belül azért sokan mennek egyik cégtől a másikig, tehát hogy ez a fluktuáció ez jellemzően szakmán belül, de azért működik. Egyébként a cégen belül egész sokan vagyunk, akik már jó régen nyomjuk itt, és, és nem váltottunk nagy kert sem, és még itt talán érdemes az elején rögtön tisztázni azt is, hogy ugye van egy Noizer kerékpárgyár, ami Esztergomban van, meg van egy Noizer kerékpáros nagyker, ami meg Csepelen van. Tehát a kettő ugye az nyilván egy cég, de gyakorlatilag két külön funkcióval. Két külön funkcióval, és hát alapvetően teljesen külön is működünk. Tehát gyakorlatilag mi a nagyker, úgymond egy megrendelője vagyunk a saját gyárunknak, és ez nem jelenti azt, hogy mi feltétlen prioritást élvezünk a rendeléseinkkel és a, a gyártásainkkal, hanem nagyon sokszor ugye nekünk is be kell, illetve gyakorlatilag nem nagyon sokszor, mindig be kell, hogy álljunk a sorba, és ugyanúgy ki kell, hogy szolgálja a gyár, ugye a holland, a német és a többi vevőt. Főleg és azokat. Néha főleg azokat, és uh, mi is ugye kvázi, mint Hiába vagyunk a cégen belül, mi is az egyik vásárlónak számítunk a sok közül. Itt, itt legalább rögtön tapasztaljátok is mind a két oldalt <laughs> első lépésben. Igazából a legtöbb ringás, főleg amikor ugye felírtam a, a Facebookra, meg a, meg a kontrára azt, hogy hogy egy nagykeressel fogunk interjút csinálni, ugye csomóan írták még privátban is, hogy hú, hát ez az álommeló egy nagykerben dolgozni. Igazából te ezt mennyire tartod igaznak? Mennyire álommeló egy bringásnak egy nagykerben dolgozni? Az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy az, hogy hogy érzed meg a munkahelyeden, azt nem feltétlen csak a munka határozza meg, sőt, többet nyom a ladba az, hogy milyen emberekkel vagy körülvéve, milyen a munkahelyi légkör. Tehát, hogyha jó a kollektíva, akkor jó dolgozni, ha rossz a kollektíva, vagy feszült a légkör, akkor nem jó dolgozni. Ettől függetlenül természetesen nagyon nagy súlya van annak, hogy én kerékpárokkal és kerékpár alkatrészekkel dolgozhatok immáron 20 éve. És ha az lett volna az egyik kérdés, hogy például megutáltam a kerékpárt ez idő alatt, vagy a bringa alkatrészeket, és az ezzel való munkát, akkor a válasz az, hogy abszolút nem. Tehát ugyanúgy megmaradt az érdeklődés, a rajongás. De természetesen vannak úgymond kisebb árnyoldala árny oldala is, hiszen én mindig is egy vágyfülű biciklis voltam, szeretem az újdonságokat, a top termékeket. MFT racsni, kónusz jobb és baloldali. <laughs> pontosan. Tehát ilyenkor nyilván az állóbelónak az a része is bejön, hogy a legolcsóbb alkatrészekkel is fog kell foglalkozni, sőt, ezekből lehet ugye a volumentel adni, ezért egész sok energiát kell ugye az olcsó alkatrészekbe is betenni. Én mondjuk az időm nagy részét nem ezekkel az alkatrészekkel töltöm, hanem pont inkább a brendekkel, de ettől függetlenül természetesen nekem is kell foglalkoznom az egyszerűbb, olcsóbb termékekkel. Igen, ezt az oldalát ezt nagyon alá tudom írni, mert annu, amikor a Simonóhoz mentem dolgozni, akkor így úgy voltam vele, hogy hát én már mindent tudok a, a kerékpár alkat főleg a simanóról ami nagy kedvencem, és aztán, amikor így, így kiderült, hogy így az Alivio alatt is van élet, és sőt, igazából ugye a, a nagykeres forgalom elég jelentős részét nem azok teszik ki, amik az alivió fölött vannak, és tényleg bele merülni ebbe a TY, TZ és egyéb alkatrész családok világába, hát azért ott voltak meglepetések, mert nem feltétlenül azzal van képben az ember, és ez akkor is előjött, mikor annó kerékpárboltban felvételiztettem értékesítőt, és ugye volt egy ilyen szabvány kérdés, hogy sorolt fel, mit tudom én, az országút is, vagy mondt is alkatrész családokat lentről fölfelé, és gyakorlatilag jellemző volt, hogy így onnan kezdték, hogy mit tudom, Deor, SLX, XT, XTR, és akkor oké, de mondom, alatta, alatta, van alatta, tehát hogy igen, igen, itt azért sajnos főleg Magyarországon nem a top kategória az, amiből, amiből rengeteg elfogy. De ugye, ahogy említetted is, te most jelenleg is termékmenedzserként dolgozol, milyen márkák tartoznak hozzád? Hát jó pár márkával foglalkozom, jelenleg például Szentúr, Száringlé, Novatek, még a Tax például. És, és, ami majd az interjú további részében érdekes lesz, ugye annó, ha jól emlékszem, hozzá tartozott a Giant is, meg a GT is. Nagyon sokszor azért ebben több embernek benne volt a keze, tehát sosem kavargattam én ezt a fazekat egyedül és, de természetesen mind a két márkával foglalkoztam. Mert ugye lehet, hogy sokan nem tudják, mert azért ez inkább a régebbi időbe volt, de ugye annak idején a Giant Bringák forgalmazását szerintem a Noiser kezdte el, de ezt lehet, hogy nem mondom jól, de mikor én idejöttem, már, már bőven giant időszak volt, és utána pedig a GT volt az, ami, ami, egy ilyen nagy márka volt a cég életében. Aztán most ezek elkerültek, tehát igazából ez is egy tök jó kérdés, hogy, tehát ilyen nagy márkák voltak egy nagy kernél, hogy, hogy ezek más utakat választottak, mi volt ennek az oka? Már ami nagyon, is. <laughs> nagyon átalakult a piac. Tehát gyakorlatilag még a 90-es évek végén kezdtük, akkor még én nem is dolgoztam a cégnél, akkor kezdte a cég a Giant kerékpároknak a forgalmazását. Akkor természetesen még, hogy az internetes vásárlás egyáltalán nem volt jellemző, az hogy külföldön vásárolunk egyáltalán nem volt jellemző, tehát akkor ez a hagyományos kereskedelmi lánc tökéletesen működött. És ráadásul, az még már nem mondom, hogy hiánygazdaság, vagy hiányidőszak volt, de az emberek mindig örültek, hogyha láttak, és meg lehetett venni, vagy akár csak meg lehetett tapogatni egy, egy felső kategóriás gépet, vagy akár csak vázat. Vagy akár csak vázat. Még azért az nagy divat volt. És valójában egyébként a kerékpárpiac is kisebb volt a jelenleginél, de ettől függetlenül ezek a csatornák nagyon jól működtek, és ráadásul a gyártóknak sem voltak túl magas elvárásai a kelet-európai disztribútorokkal szemben, hiszen kvázi új játékosnak számítottak még a piacon. Tehát gyakorlatilag úgy indult, hogy örültek, hogy egyáltalán valaki, amikor a Giant-et elkezdte Magyarországon, nem hogy itt meghatározzanak kvótákat, hogy mennyit kell miből eladni. Hát és én azt gyanítom, hogy egyébként a többi kelet-európai piac is elég gyenge számokkal kezdhetett, tehát mondjuk a csehek meg a lengyelek is. És hát, mint mondom, akkor ugye ezek a hagyományos kereskedelmi csatornák éltek, ugye a, régebben ugye mail order cégeknek hívott, tehát olyan katalógus cégek, mint ahonnan ugye a Róz is indult, még vagy nem léteztek, vagy nagyon-nagyon gyerekcipőben jártak, és alapvetően ők az anyapiacra koncentráltak, tehát hogy amerikai cég az amerikai piacra, a német cég a német piacra, és ezekre a kis piacokra nem lőtt senki, tehát mi nagy kerek tudtuk ellátni a piacot a felső kategóriás, illetve jó minőségű kerékpárokkal. Igen, és tényleg hát visszaemlékező a kezdeti időkre, tényleg ez a 2000-es évek elejére, meg főleg a, a 90-es évek végére igazából lehetett itthon kapni mondjuk Giant-et, meg Meridát, meg GT-t, meg, meg lehet, hogy nem is tudok hirtelen többet felsorolni, tehát nagyjából ezekből választottál, ha akartál bringát. Igen, még a track tartozott Tényleg. ide, mert ők nagyon régóta jelen vannak, ráadásul egy forgalmazónál, sosem adtak el rettenetesen nagy volumen, de stabilan jelen vannak a piacon gyakorlatilag a kezdetek óta. Igen, tehát hogy, hogy igazából annak idén mondjuk úgy, hogy könnyű helyzetben voltak a forgalmazók, mert gyakorlatilag volt három-négy világmárka, és azon belül meg szerintem akkoriban még a kisebb márkák, és most ide sorolnám anno a Noizert is, meg a Gepidát, meg egyebeket, igazából maximum így az áruházak kiszolgálására voltak, tehát hogy nem voltak ennyire jelentősek saját brandként szerintem a piacon, de lehet, hogy rosszul látom. Én azt gondolom inkább, hogy máshova lőttek. Tehát abban az időben más volt a kerékpárpiacnak a felosztása, és Ugye abban, a piac, abban az időben el lehetett adni a középkategóriás, vagy alsó középkategóriás márkás bicikliket is, tehát egyébként a Giant-ből is el tudtunk adni ilyeneket, de hozzá kell tenni, hogy például a Giant-ből ez a kategória az sosem volt árminőség arányban egy jó bicikli. Tehát alapvetően ugyanazt mondjuk egy hazai vagy egy kelet-európai gyártótól mindig is meg lehetett lényegesebben olcsóbban kapni egy jobb felszereltséggel. Igaz, hogy mondjuk egy giant volt egy kicsit jobb vagy kicsit értékesebb váz, amit talán jobban lehetett fejleszteni, vagy jobban megérte fejleszteni, de a felszereltsége adott áron mindig határozottan gyengébb volt. A márkákat, tehát ezeket a márkákat, mint a Giant, mint a GT, mint a Trek és a társai, főleg azért érte megvenni, mert nagyon komoly technológiai megoldásokat tudtak felsorakoztatni a felső kategóriában. Tehát aki már valóban sportolásra, versenyzésre használta a bringát, az kapott valóban egy többlet értéket, tehát egy, egy jobb alumíniumvázat, egy nagyon könnyű, szuperkönnyű alumíniumvázat, később egy karbonvázat. Ugyanígy például az ösztelósokban nagyon komoly, nagyon jó konstrukciókat legalábbis akkor Színvonalán nézve nagyon jó konstrukciókat. Ugyanennek egyébként mondjuk a kelet-európai márkáknál általában nem is volt alternatívája, tehát nem tudtál mást választani. És ezért a felső kategória miatt is megérte már értékesíteni ezeket, hiszen csak ezekből tudott válogatni a kedves user. De egyébként ugyanígy valamilyen volumentel lehetett adni a középkategóriás kerékpárokból is, és ez mára teljesen megváltozott. Igen, és tényleg ez, ez mennyire igaz volt, hogy nem is igazán volt úgymond olcsó kerékpárból ösztelós, tehát, tehát vagy megvetted a Giant nrs meg a GTRTS 3-at, meg, meg, aztán később a Merida lr vagy semmit, mert hogy tehát igazából nem voltak, nem voltak olyanok, hát most gyakorlatilag mindenki kínál már ösztelós bringát, sőt, egyre több jó ösztelós bringa van alsó kategóriában is, tehát régen tényleg csak így a Tesco gazdaságos ösztelósok voltak, amik így, amik így hasonlítottak a kerékpára, de azon kívül semmi, amit használni lehetett volna. Igen, ez a nagyon nagy változás, hogy, 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 a komolyabb technológiát szeretnénk venni, ma már simán megvehetjük egy kelet-európai cégtől. Tehát nyugodtan vehetünk el Enduro biciklit, vagy downhill t a CTM-től, vagy a kellis től is, aki szintén egy jó árminőség alá kelet-európai gyártó, és gyakorlatilag ezt a középkategóriás piacot teljesen letarolták ők, mert ebben a kategóriában most már egy Giant, vagy egy Trek nem igazán versenyképes, tehát ahol ők labdába rúgnak, az leginkább a felső kategória, mert ott nem csak a nevet fizetem meg, hanem kapok cserébe valamit azért a többlet pénzért, amit én beleteszek, mert olyan technológiát kapok ezeknél a bringáknál, amit máshol nem tudok megszerezni. Igen, és akkor így visszatérve a kérdés elejére, tehát gyakorlatilag ezek a nagygyártók, mint, a, mint például a Giant, ugye az azért jó példa, mert ugye a mai napig jelen van Magyarországon, csak teljesen más konstrukcióban, tehát már nem ez a klasszikus, a nagyker megrendeli a kerékpárt, ahol elraktározódik a raktárban sok-sok modell, sok-sok vázméretben és színben, majd a kereskedő bejön, abból válogat, elviszi és eladja a vevőnek, hanem egy tök más konstrukcióban működnek. Tehát igazából a gyártók kerestek más vonalat, vagy pedig ez kelet-európai sajátosság, hogy nem volt volumen, ezért más modellt találtak ki. Az az igazság, hogy ezeket a márkákat egyre kevésbé éri meg értékesíteni a hagyományos nagyker-kisker felállásban. Ugye az egyik probléma az, hogy ezeket mi koré, korábban ugye konténer számra rendeltük be távol keletről, és a Giant időben még szerencsénk volt, mert gyakorlatilag nem volt mennyiségi limit, csak annyi, hogy mondjuk meg kellett tölteni egy konténert kerékpárral. A gt időkben sajnos már egész más volt a helyzet, mert így színenként, méretenként és természetesen modellenként minimális mennyiségek voltak, amit mondjuk még viszonylag könnyen el tudtunk érni egy alsó-középkategóriás-középkategóriás kerékpárral. De egy már kevésbé. <laughs> tehát annál a bringánál, amiből az a kérdés, hogy egy adott évben eladok-e az adott méretből egyet vagy kettőt, és öt a minimális darabszám, amit berendelhetek, tehát azt hiszem, hogy kielenthetjük, akkor egy kicsit meg vagyok lőve. Igen, igen. Hát emlékszem, hogy vo volt nálatok itt lógott a nagykerben GTX Cizang titánváz. És igazából az is meddig lógott itt, pedig az tényleg egy olyan unikum a mai napig. És ugye nem is tudom, hogy mai napig gyártják-e, de mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt azt még gyártották, tehát ez egy új modell volt. És még az az egy-két darab sem ment el a hazai piacon. Nagyon lassan csorgott el. Szerencsére azokat nem mennyiségi limittel, hanem ilyen dol limit hónapban vettük. És nagyon-nagyon lassan csorgott el a 26-os, de még a 29-es is. Igen, és mondjuk, tehát itt, itt is bejön az, hogy vajon mondjuk egy GT esetében, ugye mi nyilván emlékszünk rá, hiszen abban nőttünk föl a 90-es évek elejétől, hogy, hogy a GT az egy világmárka, és gyakorlatilag ezt, ez a mi fejünkben benne van, de mondjuk aki most 13-4 éves, vagy 15 éves, tehát most érdeklődik a bringázás iránt, megvan még egyáltalán nekik, hogy ki a Hans meg a GT? Abszolút nincs. A, hát itt egy nagyon-nagyon nagy csalódás volt, hogy egyébként a Hans Reynek volt dedikáló sessionje a Eurobike-on, Friedrichshafenben, tehát nem a magyar piacról beszélünk. Ha nem nemzetközi hanem nemzetközi szinten, ahol ha, ha több nem, ezer ember megy. Így van, tehát a, a német piacról beszélünk, egyébként ahol korábban ugye egy hatalmas celeb volt a Hans Rey, És nem is kell annyira visszamennünk az időben, tehát hogyha tíz évvel ezelőtt találkoztunk Hans Rey-el akkor még mindenki pacsizni akart vele. Ma már a fiatalok közül a kutya sem tudja, hogy ki. Tehát gyakorlatilag a házré örült annak, hogy én oda mentem azért, hogy csináljunk egy közös fotót, mert szegény, ez nem mentek oda az emberek, mert nem tudták, hogy ki. Ez pontosan így van. Három évvel vagy négy évvel ezelőtt összetalálkoztam a eurobike a Magurastannál, Hans Rey-jel és Sean Palmerrel, kíváncsi vagyok, a hallgatók közül, hányan emlékeznek rá és kértem őket, hogy álljunk már össze egy közös fotó, hogy legyen már egy közös fotó, és gyakorlatilag úgy mentek el, az emberek, hogy így néztek ránk, hogy ki, kivel fotózkodik, hát gyakorlatilag, tehát ezoknak az embereknek, akik körülöttünk voltak, semmit nem jelentett ez a két ember, aki a mi gyerekkorunknak legendái voltak, meg hát gyakorlatilag Hans Jögré a mai napig úgy tud biciklizni, amit sokan megirigyelnének minden időnek megvan a saját celebje. Tehát, hogyha most a Fabio Wibmerre gondolunk, na őt minden német és osztrák gyerek ismeri. Tehát, aki tud már biciklizni, és legalább egy videót látott, bringás videót az életében, az tudja, hogy ki ez a Wibmer. Tehát most hatalmas Wibmer őrület van kint. De igen, az öregeket már nem nagyon ismerik. És itt kicsit visszakanyarodnák arra, hogy eh, amikor mi elkezdtük a GT-t csinálni, ott volt egy szünet, ugye, mert korábban ugye, a Velotrade forgalmazta a GT-t gyakorlatilag ott... Szétszaladt a ménes? Szétszaladt a ménes, illetve más változtak a prioritások, és évekig nem volt a GT-nek forgalmazója, és innen vettük mi fel a fornalat egy jó pár éves kihagyás után, és úgy gondoltuk, hogy az emberekben, főleg a kereskedőkben megvan még a GT iránt a nosztalgia, és nem is tévedtünk, mert a kereskedők tényleg ismerték általában, ők is régi motorosok a szakmában, ismerték a márkát, tudták, hogy miről szól, jól csengett, Viszont a vevőknek már akkor sem igazán, tehát nyilván akkor is már olyan emberek voltak a, a vásárlók között, akik korábban nem találkoztak a nevével, nekünk kicsit újra kellett építeni a brendet, és sajnos ez sem volt már egy egyszerű folyamat, pláne, hogy ebben a jól teljesítő alsó középkategóriás kategóriás szegmensben ugye akkor már nagyon jól muzsikáltak a kelet-európai gyártók és az ő bringáik, és a GT ott már nagyon nehezen tudta felvenni a harcot. Igen, tehát tényleg, ha belegondolunk, tehát én annak idején még versenyeztem XCU, illetve akkoriban még csak XC-nek hívták, XCU szakákban, GT Tech Vestával. Hát most GT Tech Vestával maximum boltba járnak az emberek, hiszen hiszen az egy alsó kategóriás bringa volt, de régen az is egy, az is egy baromi jó gép volt. Oké, a geometria is más volt, mert jobban hasonlított az áskárhoz, mint, mint bármi máshoz, de, de, tény, hogy, hogy annak idején egy alapabb bringával is el tudtál menni versenyezni. Most meg főleg a nagygyártóknak azért az alapmodelljei azért, azért elég fapadosak, és nem olcsón. Azt is hozzá kell tenni, hogy a nagynyártók a régi neveket használják, hiszen van mögött a nosztalgia, és emlékeznek rá, főleg a kereskedők, tehát így vonzóvá teszik ugye a kerékpárokat, és a GT is ugye előásolja ezeket a régi neveket, a Karakoramot is Motis például, ami egy, hát egy ilyen középkategóriás, vagy inkább alsó középkategóriás 29-essé vedlet vissza, holott igen, a mi fiatalkorunkban ugye szintén középkategória, de inkább felső középkategória, vagy a felső kategóriának az alját jelentette. volt, azt hiszem. A korrádó volt fölötte még az XT-s modell, annak egyen jobb váza is volt, meg a felszereltsége is jobb volt, de egyébként igen, tehát, tehát az már így a, a Kromo szériának szinte a tetejét jelentette, igen. és hát itthon rengetegen versenyeztek karakorammal, tehát az, az, egy ilyen igazi igásló volt. Igen, talán úgy volt, hogy korrádó, Evelens, Zaskár, talán így volt a sorrend, de az Evelens az biztos, hogy már alu volt, most itt turkálva az emlékekben? Így van, így van. Tehát a, a, az Aszkára kezdő, illetve hát amikor volt ugye titán szizáng, ez ilyen kicsit hektikus volt, mert egy időben volt, aztán megint nem volt. Az Aszkár az megelőzi a szizangot minden szempontból és tehát, hogy korábban kezdődött, korábbra nyúlik vissza az Eszkár története, és folyamatosan volt, tehát az Eszkár az ugye mai napig létezik, és az, az alapvetően mindig is egy alumínium modellt jelentett. Nyilván most már jó pár év, vagy a karbon modellek is vannak, az Avalanche az mindig egyel alatta volt, de az is egy felső kategóriás modell volt. Én úgy emlékszem, hogy régen más alumíniumból készült az Avalanche, tehát egy kicsivel olcsóbb báza volt, de ugyanúgy egy elég komoly, tehát XT vagy LX felszereltséggel és csak így a viszonyítás kérdi, tehát a viszonyítás képen, tehát mikor 94-ben megvettem az első, megvettem, hú, ez annak erős kifejezés, anyukám megvette az első kromóvázas normális montimat, amiről már egyszer beszéltem, akkor egy zaskár váz került használtan, amit így az ismeretségi körbe tudtam, ilyen 70-80 ezer forintba. Na most az én bringám volt akkor kompletten ilyen A10-C10 simanó cuccokkal 40 ezer forint, és a komplett tekvesta, aminek később a vázát sikerült használtam megvennem, az volt ilyen 170-80 ezer körül bicikliként. Meg azért azt se felejtsd el, hogy ezt nem a mostani szemünkkel, meg mércénken kell számolgatni, hanem hogy akkor mondjuk mennyi volt egy átlag fizetés. És ahhoz képest ezek elég húzós pénzek voltak. Hát ö, anyukám ugye óvónő volt, illetve gondozó nő, neki 20 ezer forint volt akkor a havi fizetése, mikor 40 ér megvette nekem a, az első komoly bringámat, mert amit előtte 20 ér vett, az gyakorlatilag nem is ért semmit, tehát az elég gyorsan szétment. Tehát így, így kell relációban nézni ezeket az árakat. Közben kezdem úgy érezni, hogy elmentünk megint nosztalgiázni, és nagyon elmentünk tegbe. Szerintem ez a, ez a műsor, ez a, ez a végtelen elkanyorodások műsor lesz, ebben mind a ketten jók vagyunk. <laughs> tehát, igen, visszatérve arra, hogy ugye a Giant is változtatott az üzletpolitikáján, és gyakorlatilag nem a klasszik nagyker, tehát gyártó nagyker, kisker lépcsőben gondolkozik. Nem, szerintem a Giant továbbra is gondolkodik a hagyományos kereskedelmi láncban, csak ez a magyar viszonyok között már nem igazán lehetséges. Tehát a most már. Én azt látom, hogy mondjuk egy giant nem nagyon lehet eladni Alivióval. Tehát legalábbis ott nincs értelme megvenni ezt a biciklit, mert akkor veszek egy cross és sokkal jobb ringát kapok a pénzemért. Tehát nem nagyon jut eszembe, így inkább ugye bolt szinten lehet ezeket értékesíteni, úgyhogy mondjuk van itthon egy ügynök, és közvetlen a bolt kapja meg a kerékpárt, de nagyon sokszor, ugye ez most több márka esetében is így van, például a Giant GT is jó példa, hogy van mögötte nagyker, csak nem magyar nagyker, hanem cseh nagyker, hiszen a cseh nagykernek egész komoly készlete van, mert bár kicsi ország, de összehasonlíthatatlanul nagyobb a kerékpárpiac, Nagyobb a vásárlóerő, ugye, tehát a fizetések is azért magasabbak, többet tud az ember költeni, és a másik, hogy a sportszerre az, hogy egy ember mennyit költ sportszerre, az is mutatja gyakorlatilag ennek az outdoor kultúrának és tradíciónak az erejét, és ott ez van. Ott ez van, nálunk meg nincs. Illetve hát sokkal gyengébben teljesít nálunk, és éppen ezért a csehek, de hozzáteszem, a lengyelek is például sokkal többet költenek minőségi sporteszközre, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, tehát ez lehet egy tollasütő, lehet egy kerékpár, egy futócipő, egy síléc, mindenképpen ott a természeti és a sporteszköz az egy érték, és az emberek hajlandóak költeni rá. Itthon is van az a réteg, aki hajlandó költeni, csak sokkal kevesebb ilyen ember van, és éppen ezért ugye nem túl nagy volument ezekből a kerékpárokból nem lehet eladni, és pláne, hogyha egy cég mondjuk minimális mennyiségeket szab, akkor ezeket a kritériumokat lehetetlen teljesíteni, de ha nem is szab, akkor is bekészletezni kerékpárokból úgy, hogy nem tudom, hogy nullát, egyet vagy kettőt fogok eladni, egy óriási kockázatot jelent nagy, nagyker szinten. Most, amikor a cseh nagyker azon kell, hogy gondolkozzon, hogy az adott méretből 12 vagy 15 vagy 20 vagy 25-öt eladni az évben. Nyilván gyakorlatilag ez egy kerekítési tényező a végén. Tehát ők ebben sokkal könnyebben játszanak. Igen, tehát ez, ez teljesen igaz, hogy mennyire mások a piacok. Most direkt nem nevezek meg márkát. Voltam egy sajtótáborba, ahol egy adott világmárkának a lengyelországi kvázi legnagyobb boltosával beszéltem, tehát aki a legtöbbet adja el abból a ringából és így kérdeztem tőle, hogy ha publikus, úgy mégis, tehát mennyi bringát adsz el egy évben, és akkor mondta, hogy hát, hogy mostanában elég jól fut a szekér, meg minden, és hogy hát, hogy nagyságrendileg olyan, olyan 7-8 ezer kerékpárt ad el abból a világmárkából. És ehhez én tudtam, hogy nagyjából a hazai eladása ugyanennek a márkának így a 6 700 körül van. Tehát, hogy gyakorlatilag egy nagy lengyel bolt a tízszeresét adta el a teljes magyar forgalomnak. És akkor ott, ott akkor így rögtön rájön az ember, hogy, hogy nyilván más árat fog kapni az a kereskedő, aki tízszer annyit vesz az adott kerékpárból, mint mondjuk az a nagyker, aki itthon forgalmazza. És ugye itt jött is a jött is vevői kérdi, illetve jöttek is hallgatói kérdések azzal kapcsolatban, hogy miért drágábbak itthon például a kerékpárok vagy az alkatrészek, mint tőlünk nyugatra, vagy akár éjszakra? Bocsánat, ha nem arra én egy kicsit visszakonyarodok, okay. és nem a, nem a kérdésre válaszolok. <laughs> Tehát én jártam például egy ilyen 13-14 év, évvel ezelőtt Lengyelországban, Lengyelországban egy Giant Concept Store-ban. Tehát ismétlem, 13-14 évvel ezelőtt egy Giant Concept Store-ban, amit egyébként nem is a forgalmazó csinált, hanem egy független bolt volt valójában csak neki. Ez volt a döntése, hogy ő létrehoz egy ilyen üzletet és ott már abban az időben elég sok márka-specifikus üzlet volt. Magyarországon a kereskedők ugye inkább megpróbálnak ebből egy kicsit, abból egy kicsit. Mindent is tartani, ami a legrosszabb egyébként. Mindent is tartani, így gyakorlatilag semmiből nem tudnak még tizet palettát sem hozni, hanem mindenből csipegetnek egy kicsit. De hogy ott volt már akkor létjogosultsága egy olyan koncepztornak, Amikből itthon még alig látunk. Tehát e, létezik nyilván olyan nagyker, aki már itthon létrehozott conceptstore Tehát ehhez, ehhez mondjuk adalékként, tehát igazából az országban Merida Concept store van, Gepida Concept store van, és igazából a Csepelnek van Concept store jellegű boltja, és a Bringalandot nevezhetnénk igazából, ugye a Bianchi-val kapcsolatban Concept store tehát azért ott tényleg mindent megtalálsz, illetve friss hír, hogy a Specialized-nak nyílt egy Premium Store a Speedway-ben, ami azért méretéből adódóan Concept Store nem tud lenni, mert ugye ott azért a gyártóknak komoly követelményei vannak négyzetméterre, darabszámra, mindenre vonatkozóan, de legalább egy, tehát ezek olyan boltok, ahol egy adott márkával kiemelten foglalkoznak, de ha megnézzük, ezek az elmúlt három év, négy évnek a, az eredményei, és most te miről beszéltél, hogy mikor volt az? Igen, én arról beszélek, hogy Lengyelország megelőzött ebben is tíz évvel minket, legalább tíz évvel, és ne felejtsük el, hogy a lengyelek hát onnan indultak, mint mi, illetve még egy kicsit lejjebbről. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jaj, mert a gazdag Nyugat-Európa, mert nem az. És ő itt most visszakanyarodva akkor ezekre a... Tehát gyakorlatilag ugye a Giantnek van egy ilyen lágy B2C modellje, hogy igazából van is nagy nagyker, meg van szélszes, aki közvetlenül a boltokat szolgálja ki, de egyáltalán tehát hogy látod, van még jövője annak, hogy ez a klasszikus nagyker vonal megmaradjon, vagy egyre inkább befelé haladunk? Szerintem a vásárlókat is úgymond lehet kategorizálni, és ennek megfelelően az eladásokat is lehet, tehát különböző csatornákra lehet osztani, a tudatosabb vásárló, aki ismeri a technikát, ismeri a kerékpárt, az utána olvas, még akkor is, ha nincs akkora tudás még a kezében, de szerez valahonnan valamekkora tudás. Most azt tegyük félre, hogy ez a tudás, ez mennyire lesz valós. És hát ezt látjuk a bike meg aprón az eladó cuccokban, hogy a sok félrevásárlás is nem kompatibilis cucc azért az jelen van. Igen, igen, Én... tehát most az emberek igye, igyekeznek sokkal okosabbnak tűnni, mint amennyire azok. De ettől függetlenül látjuk, hogy van az a vonal, aki megpróbál tudatosan vásárolni, és ők a megfelelő tudás birtokában sokkal inkább fogják szerintem a b 2 c választani. Tehát az biztos, hogy az a webnek az az erősödése, amit eddig láttunk, az inkább a folyamatnak még csak a kezdete, és nagyon-nagyon ebbe az irányba fog eltolódni a kerékpárkereskedelem is. Mint ahogy láttuk egyébként, ugye az elektronikus kütyük, kereskedelme meg már iszonyatosan mértékben a weben keresztül történik. Tehát egyre kevesebb a, a bolti eladás, és az eladásoknak a... én nem ért, tehát nem vagyok abban azon a piacon járatos, de biztos, hogy az eladások zöme már Magyarországon is inkább a weben keresztül történik. A másik vásárló, aki alapvetően nem, tehát beszéltünk eddig ugye a tudatos vásárlóról, aki próbálja magát képezni, nagyjából képben van a termékekkel, és így neki abszolút megfelel az a csatorna, hogy megvásárolja a kerékpárt a weben keresztül. Viszont van az a vásárló, aki laikus kerékpár tekintetében, ő nem is szeretne igazán érteni a kerékpárokhoz neki, ugye ez egy használati tárgy, ő ezt közlekedésre, vagy hétvégén szabadidő eltöltésére használja. Én úgy gondolom, hogy viszont ez az a réteg, akiknek továbbra is szüksége lesz a kerékpárboltokra. És azt is hozzáteszem, hogy mi, mint Neuser, inkább erre a rétegre lövünk. Tehát inkább ez a, a nép bicikli, amivel nagy tömegeket tudunk kiszolgálni, és mivel nekik nincs meg a szaktudásuk, nekik továbbra is érdemesebb lesz bemenni egy szakboltba, ahol meg, megkapják a megfelelő segítséget olyan emberektől, akik tényleg régóta a szakmában dolgoznak, és valóban értenek hozzá, és segítenek nekik kiválasztani a megfelelő kerékpárt. Igen, itt pont akartam is közbeszúrni, hogy itt viszont bejön a kereskedő felelőssége, mert ugye egy teljesen tudatlan vásárlónak kell eladni úgy kerékpárt, hogy lehetőleg ugye az a cél, hogy olyan biciklit vegyen a végén, ami megfelel a pénztárcájának és az igényeinek is, és itt ugye a kereskedő felelőssége gyakorlatilag az egész, hiszen neki kell megtudnia az igényeket, hogy arra jó terméket kínáljon. Igen, bár úgy gondolom, hogy ez eddig is elvárás volt, tehát eddig is elvárás volt egy kereskedővel szem, szemben, hogy jól ismerje a piacot, jól ismerje a kerékpárokat, és megfelelő kerékpárokat tudjon ajánlani. Ami most nagyon sokat változott, az az, hogy a piac nagyon gyors ütemben bővül az e -bájkokkal. És ez azt jelenti, hogy bizony a kereskedőknek is elég komoly több lett tudás fel kell szedni, még akkor is, hogyha sokuk mondjuk nem kívánja ezt az e témát, de lehet látni, hogy hogy a piac nagyon ebben az irányban halad. Hát ha a nyugat-európai példákat nézzük, ahol gyakorlatilag letarolta az e-bike a, a piacot, és egyre zsugorodik a hagyományos kerékpárpiac, és ebben e, ellentétes ütemben viszont hát szinte robbanásszerűen nő az e piac, Nyilván a pénztárcákat, hogyha összehasonlítjuk, akkor ilyen mértékben és ilyen gyorsasággal ez a növekedés nem fog hozzánk is elérni, de ettől függetlenül a növekedés az folyamatos, és itt is évről évre, sőt, akár napról napra egyre több elbájt fogy. Ez a mi palettánkon is érződik, tehát nem csak az eladási számokban, hanem azt is, hogy ugye egyre több modellt fejlesztünk ennek a célcsoportnak. És bizony itt is olyan vásárlókról beszélünk, akik munkába járásra fogják használni egy, egy kellemes hétvégi tekerésre, és nem akarnak igazán érteni a kerékpárhoz, és itt a kerékpárkereskedőnek megint csak, ahogy mondtad, bejön a felelőssége, illetve hát az, hogy elvárás, hogy értsen ezekhez a kerékpárokhoz is, még hozzá meglehetősen behatóan. És a másik, hogy mivel itt az átlagvásárlóról beszélünk, aki eddig 150 ezer forintért akar kerékpárt venni, de most az e lehet, hogy hajlandó lesz áldozni 4-500 ezer forintot is, az elvárásai is nőni fognak. Tehát még... Hát igen, ez az is hozzátartszik, hogy azért a 4-500 ezer e bike az egy nagyon-nagyon low budget kategória, hiszen alapvetően 600-ról indulnak a nyugati, illetve a nagymárkák elektromos kerékpárjai, tehát Nyilván az ő igényében megjelenik az, hogy kétszer annyit szánok a biciklire, de valójában a piac nem ott áll ebbe a sztoriba. Igen, tehát ez még mindig egy elég, elég lokális mérce és egy lokális történet, mert ahogy mondtad, kb. 2000 euró egyébként az, ami tőle lehet egyáltalán e kapni Nyugat-Európában, illetve hát a, a, nyugati márkáktól. Ugye mi ezt is megpróbáljuk kiszolgálni olyan modellekkel, eh, amik már nem az alapkategóriákhoz, tehát az olcsóhoz tartoznak, eh, de ugyanakkor még a nyugat-európai modellek ára alatt maradnak. De ahogy, ahogy te is mondtad, meg én is megfogalmaztam előtte, hogy valóban tehát magához mérten a vásárló sokkal többet költ majd ezekre a kerékpárokra, sokkal több pénzt ad ki, mint ameddig eddig gondolt, hogy ő valaha fog kerékpára költeni, így nyilván az elvárásai is magasabbak lesznek, és egy sokkal vevőközpontúbb és egy sokkal jobb kiszolgálás fog elvárni a pénzért és most egy kicsit rápillantottam az órára, mi nagyon sokat tudunk beszélni, úgyhogy ez kifogyhatatlan téma lenne, de hogy haladjunk a kérdésekben is. De látsz egyébként például a saját kereskedőitek esetében változást abban, hogy mondjuk kihullottak azok, akik nem tudtak lépést tartani a mostani vevői igényekkel, vagy, a, vagy ezzel az informatika korával, egyebek. Tehát mondjuk ahhoz képest, amikor én idejöttem annó 2004-be dolgozni, ahhoz képest változott a vevőkör, vagy a vevők nek a, a, a kiszolgálás igénye, tehát ez a, ez, ez a vonal érdekelne, hogy most is az a klasszik dolog, hogy bejön a csáhu a kockás füzettel, és akkor összeírkálja a falról a termékeket, vagy ez már teljesen másképp működik? Mi is érezzük, hogy nagyon erősen megváltozott, mert nálunk is már a vásárlók többsége az ugyanúgy a B2B, tehát ugye az üzletek közti webshopot használja, Természetesen máig vannak, akik bejönnek. Nyilván egy budapesti vevő egyszerűbben megteheti, mert boltnyitás előtt be tud jönni, össze tudja talicskázni az alkatrészeket, és el tudja venni, el tudja vinni, és van ideje még kinyitni, akár egy tízes nyitást is nyugodtan meg tud oldani így. Viszont a vidéki vevőknek ez egyre macerásabb, illetve azt feltételezi, hogy van olyan ember, aki az egész délelőttjét itt tudja tölteni, és utána ráér visszamenni a boltba, de addig valaki más ugyanítva tudja a boltot tartani. Tehát azt látom, hogy egyre inkább a weben keresztül vásárolnak ugye a mi vásárlóink is, és és azt gondolom, hogy, hogy ez kell, hogy legyen az irány, mert gyakorlatilag felesleges energia bejönni ide. Azt leszámítva, hogy egyébként a személyes kapcsolat az mindig szép és jó. És a boltokra is azt tudom mondani, hogy a Szép Andrissal volt ugye egy beszélgetésetek, és én azt gondolom, tehát nagyon-nagyon egyet tudok vele érteni, hogy maguk a boltok is át kell, át kell, hogy alakuljanak a közeljövőben, és valóban sokan fognak kihullani. Egyébként attól is függ, hogy az adott területen mekkora a kereslet és mekkora a konkurencia. Tehát az biztos, hogy a nagyvárosokban, illetve azokon a területeken, ahol viszonylag sok kerékpárbolt van, ott azok tudnak megmaradni, vagy akik nagyon vevőcentrikusak és nagyon jó kiszolgálást tudnak nyújtani, vagy azok, akik valamire specializálódnak, vagy azok, akik erősek szervízben. Egy átlagos mindent is próbálok tartani, majd ha bejön a vevő, akkor eladom neki jellegű kerékpárbolt, egyre kevésbé lesz életképes ezeken a területeken, ahol óriási a konkurencia. Nyilván azok, azokon a Területeken, főleg vidéki falvakban, esetleg kisvárosokban, ahol mondjuk egy kerékpár volt van összesen, ott továbbra is könnyebb lesz fennmaradni, és kisebb energiával is tovább lehet gurítani a szekeret, és, és ugye sikeres is lehet az ember. Meg a másik, hogy egyre inkább elkezdenek majd dominálni azok a boltok, akik már most erősek és nagyok. Tehát ugye Budapesten is van néhány, aki nagyon ki tudta nőni magát, tehát itt említhetem például a Bergusont, említhetem a Ridebike-ot, akik ö, tényleg annyira erősek, hogy már arra is ugye rengeteg energiájuk ut, jut, hogy hirdessenek, nagyon erős a webes eladásuk, és elég komoly készletekkel is rendelkeznek, mert Magyarországon ugye nagyon sok bolt megpróbálkozik webes eladásokkal, de készlet nélkül, és nyilván így ők a nagyker készletére támaszkodnak, ez valamelyest egy késés is jelent, hiszen először ugye meg kell, hogy érkezzen a termék a nagykerből a boltba, és utána tudják ők postázni. Ez képest ugye egy olyan bolt, akinek van ereje arra, hogy saját készletet tartson rengeteg alkatrészből, az rengeteg alkatrész akár a megrendelés napján postára tud adni, és így ezáltal is nő az ő versenyképességük. Tehát biztos, hogy nagyon-nagyon átalakulóban van a piac, bolt szinten is, és ráadásul nagyon mutatja az, hogy a jelenlegi berendezkedés egyre kevésbé lesz tartható. És ehhez kapcsolódna is most egy, egy kérdés, amit, ami olvasói kérdés is volt, hogy, és ezt mivel ugye volt itt GT, meg volt itt Giant, ezt meg fogod tudni válaszolni, hogy miért van az, hogy előállhat olyan helyzet, hogy valaki most, megrendel mondjuk egy kerékpárt, kinézi a 2020-as kínálatból, és mondjuk lehet, hogy csak szeptemberbe fogja tudni neki a kedvenc boltja leszállítani. Itt most egy importkerékpárról beszélünk, vagy egy hazai gyártású kerékpárról? Nem, nem kerékpár Import, párról. kifejezetten nagy márkára gondolok, ahol, ahol ugye előrendelésekkel dolgoznak, stb. Ugye ez attól függ, hogy azt a kerékpárt valaki előrendelte. A rendeléseket nem ilyenkor adják le egyébként a nagykerek, illetve a boltok. A rendelések, azok, a rendelések időszaka az az ősz. Tehát ez attól függ, hogy vajon ősszel a nagyker berendelte ezt a kerékpárt. Ugye? mi is úgy dolgoztunk, hogy mi gyakorlatilag ősszel leadtuk az összes rendelésünket, mondjuk a Giant-nek, mondjuk a GT-nek, és utána tavasszal kezdett az áru beérkezni. És tegyük hozzá, hogy ehhez a kiskerboltnak már azelőtt le kellett adnia a rendelését, tehát gyakorlatilag a kiskerboltnak úgy kellett leadnia a rendelését, hogy a bringát nem is látta alapvetően. Igen, a sajnos igaz, még nagyon sokszor mi is csak valami, valami PDF-et kaptunk. Nagyon sok esetben a PDF-ben grafika volt, nem is fotó, tehát még a mintakerékpár sem volt lefényképezve. Nyilván, hogyha egy olyan modell volt, amit már évek óta gyártottak, és tudtuk, hogy nem történt meg geometriai változtatás sem, mindössze átfestették, mert nagyon sokszor ugye ennyi ráncfelvarrás történik az évjáratok között, akkor ott nagyon nagy meglepetésre nem lehetett számítani, nagyjából tudta, hogy mit kap az ember. Kérdés volt, hogy az a design az a valóságban hogy fog majd kinézni, mennyire lesz ütős, de ez egy nagyjából megbízható történet volt. Az, amit mondasz, hogy vajon a bolt lerendelte előre, Na, ez megint egy nagyon nehéz kérdés. Ma Magyarországon az előrendelések azok hát nagyon gyerekcipőben járnak a boltok nagyon szeretnek a nagykernek a készletére támaszkodni, és nem kapunk igazán segítséget a legtöbb terméknél arra vonatkozólag, hogy mire lesz szükség. Ez nyugaton abszolút nem így működik. Tehát gyakorlatilag a boltok lerendelik az éves volumennek a nagy részét. Így muszáj a... is, mert másképp nem kapnak biciklit. Igen, muszáj is, mert egyébként a nagyker túl sok puffert nem tart évközben készleten. Magyarországon ez egy teljesen fejreállt helyzet, mert uh, gyakorlatilag a nagy ker berendel mindent a saját kontójára és a saját kockázatára, és a boltos legtöbbször akkor jön ide, hogyha a vásárló már kopogtat az asztalon, hogy légy szíves hozzá nekem egy ilyet, akkor gyorsan megnéző, hogy na, van-e a nagykerben, és Ugye ennek az a hátránya, hogy gyakorlatilag a nagykernek kell ősszel megjósolni az, hogy az egész országban, az x boltban, vajon kinek mire lehet szüksége. Na most vajon ez teljesen Ez a varázslás elállni. kategória. <laughs> Időgéppel talán lehetséges, de, de, más eszközzel ezt nem lehet megoldani. Igen, tehát hogyha te mondjuk márciusban szeretnél egy bringát venni, amit kinéztél, és azt a te kedvenc boltosod nem rendelte meg előre, hanem ő akkor megy be, mondjuk vegyük azt, hogy van még nagykere annak a márkának, és bemegy a nagykerbe, hogy ő ezt a, márkát, ezt a modellt szeretné, és a nagykerben sincsen ez készleten, akkor a nagyker megnézi, hogy azt a modellt, az tartja-e készleten az anyacég, ha nem, akkor mikor fog újra gyártani belőle, és így simán beleugorhatunk a 6-7 hónapba. Ezt onnan tudom, hogy az a bicikli, amit mi holnap elkezdünk a gyárban egy új highbike modellt gyártani, az a bringa az utolsó szálig el van már adva. Tehát amit mi holnap elkezdünk gyártani, arra te már idén ne gondoljál, mert azt már az összes kereskedő lerendelte előre, tehát idén már nem fogsz belőle venni. Csak akkor, ha mondjuk tehát például egy élénk például, tehát ugye ezt a bringát például forgalmazza az elbáj shopit Magyarországon, mert ugye elektromos kerékpárokat gyártunk. Tehát ha ő nem rendelt a boltjába kék MS méretet belőle, akkor idén már neked sem lesz Magyarországról, biztosan nem. És itt jön be ugye az, hogy pont a napokban volt ez a hír, hogy Sebestyén Balázs mérvet Ausztriában kerékpárt. Soka, sokak azért vesznek külföldön kerékpárt, mert ott van, itt meg nincs. És itthon nem azért nincs, mert nem lenne rá kereslet, hanem azért, mert nem lett előrendelve, és ezért gyakorlatilag 6-8 hónapot várnod kéne az adott modellre. Igen, itt említetted azt, hogy van egy adott puffer készlete nagyon sokszor az cégnek abban az esetben, hogyha van valóban egy európai központ, tehát ugye ez például a GT esetében is így volt, hogy lehetett butikolni, volt egy holland puffer készlet, és hogyha nekünk nem volt, akkor ugye náluk meg lehetett nézni, hogy az a Kerékpár, abban a méretben van-e éppen raktáron? Nagyon érdekes, mert a legtöbb márkánál van egy dedikáltan kelet-európai kínálat az alsó kategóriában, amik amit, hogyha nem rendeltél elő, akkor nem volt, mert ugye az holland, a holland pufferkészletre soha nem került, ők ilyen kerékpárokat nem is láttak. Sokszor olyan specifikáció, amit meg se találtál a gyári katalógusokban? <laughs> Igen, tehát ez, ezek, ezek, ezek főleg ilyen kelet-európai e, modellek voltak. Na most azoknál erre nem volt lehetőség, de a felső kategóriás modelleknél viszont lehetett valamelyest támaszkodni a pufferkészletre. Ez többbe került egyébként, mint hogyha előrendelte volna a kereskedő, vagy mi előrendeltük volna a kerékpárt, de nyilván van egy kis játékteret ad, ilyenkor ugye kap a vásárló egy egyedi -egy ajánlatot, általában ugye viszonylag kis áréssel dolgozik az ember, hiszen ebben az esetben ugye nem kell, hogy nagyon hasznot vagy magas hasznot rátegyem, hiszen a nagykernek sincsen túl sok teendője, nincs vele kockázat, bejön a kerékpár, elmegy a voltba és átveszi a vásárló. Szóval ezzel azt hiszem egész bőven megválaszoltok azt a kérdést, hogy miért futhat bele valaki abba, hogy most szeretne egy biciklit, és mondjuk augusztus-szeptemberre igazolják neki vissza. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy esetleg a bringának csúszik valami miatt a gyártása, ami azért nem egy, nem egy ritka dolog, főleg most így a koronavírus tekintetében, ahol naponta sakkozunk azzal, hogy melyik bringát mivel tudjuk még összerakni éppen. De ha már itt a konceptorokat említettük, ugye ott gyártjátok Esztergomban a Noiser ringát, nyilván Esztergomban van egy Noiser bolt, ami egyébként nem működik concept store jelleggel, tehát egy normál kerékpár voltként működik, ezt onnan tudom, hogy Esztergomi lakos voltam annó, tehát voltam a boltba többször, de például nektek nem volt olyan ötletetek, hogy nyitok Pesten mondjuk dedikáltan egy, egy mondjuk egy, el tudnék képzelni egy Noiser, Tax, Santur, tehát itt a prémium termékekből, amit árultak, egy olyan boltot, ami ott dedikáltan van, mert ha mondjuk valaki akarna tényleg egy csúsz Tax vagy egy komolyabb Santur villát, az sem feltétlenül találja meg minden boltba. Igen, ez egy elhatározás kérdése is, meg hát ugye egy plusz beruházást is igényel. Nagyon sokszor felmerült, és nagyon sokat vakargattuk már a fejünket ezen. Egyébként nekünk volt négy kiskerboltunk, de a cég eladogatta őket, tehát most már más tulajdonban vannak, és valóban csak ez az egy esztergomi maradt meg a cég tulajdonában de az azért egy ilyen kis közepes kerékpárbolt, illetve amellett nagyon normál sportszer és sportruházati bolt. Um, úgyhogy igen, a téma felmerült, uh, de valóban mindez idáig nem volt dedikált Neuser Concept Store, bár voltak egyébként már bemutató termeink, tehát volt például Budán is egyszer egy uh, Neuser márka volt, ami nem a miénk volt, hanem ugye ezt egy külső partner üzemeltette, illetve a Best Buy Tours kerékpár kölcsönző és e, városi kerékpár túra szervező cég jelenleg is üzemeltet egyébként egy kis Nizer bemutató termet a belvárosban, a Szemelvesz utcában, és ugye az az előny, hogy például a, a nagyon népszerű City pedelekjeinket, azokat ott például ki is lehet próbálni, és lehet velük teszköröket menni. Tehát ez a lehetőség, ez valamilyen szinten legalábbis a naizer kerékpárok tekintetében nyitott, de valóban egy ennyire komoly konceptorral mindez idáig nem rendelkezünk. És ez abból a szempontból is érdekes, ugye, azért ti mindig próbálkoztatok, illetve a Noizel bringák között mindig lehetett találni felsőbb kategóriás modelleket, tehát mindig voltak ilyen nyitogatások abba az irányba, hogy ne csak ebbe a tömegébe eladható trekking, városi bicikli, stb., tehát amiből tényleg halálbiztosan el lehet adni mennyiséget, azokból legyenek, hanem azért mindig voltak komolyabb bringák, akár országúti fronton, akár, akár monti fronton, hogy ezek, ezek most hogy, hogy alakulnak? Alapvetően nálunk is nagyon átalakult a paletta. Tehát, hogyha megnézted, hogy régebben esetleg volt egy-két kicsit komolyabb országúti vagy monti, ezek gyakorlatilag most már a múlt homályába vésznek. Tehát nem igazán fejlesztünk ebben az irányba, mert azt vettük észre, hogy ezen a szinten már inkább márkákat vásárolnak az emberek, és nem biztos, hogy egy, egy jó árfelszereltség arány egyszerűen meg tudja győzni őket. És ezért inkább más irányba vittük el a fejlesztéseket, tehát most inkább a city tracking, illetve az e vonalon találtok újabb és kicsit magasabb kategóriás kerékpárokat, illetve egy-két urban modellt. És hát abban reménykedünk, hogy valóban tudunk változtatni a helyzeten a közeljövőben, és nagyjából innen adódik az a kérdés is, hogy nézegettem az oldalatokat, hogy nektek már van webshopotok, ugye sokan hiányolták, hogy a nagykereknek miért nincsenek webshopjaik, amit igazából egyrészt nem annyira értek, mert a legtöbb nagykernek vagy kerékpár forgalmazónak van már weboldala, tehát, hogy, hogy itt igazából kicsit szerintem idejét múlt a kérdés, de megnéztem a tiéteket is, és azt láttam, hogy, hogy oké, lehet a végfelhasználónak vásárolni tőletek, de csak egy csepeli boltban tudja átvenni a terméket. Tehát nyilván egy nagykerben nem lehet besétálni és vásárolni. Ezt szerintem sokan lehet, hogy ezt sem tudják, hogy tehát azért az nagykerek nem úgy működnek, hogy az utcáról bejössz végfelhasználóként és vásárolsz, de nálatok a webshopban ki lehet választani a terméket, berakod a kosárba, de csak egy csepeli üzletben lehet megvenni. Ezt nem gondoltátok, hogy mondjuk ilyen országosra kinyitjátok, mert igazából gondolom jár hozzátok naponta 19-szer a DPD, tehát hogy, hogy minden adott ahhoz, hogy ez működjön természetesen a kiszállítás része az egyáltalán nem jelentene problémát. Most jelenleg két szállító céggel működünk együtt, tehát naponta elég sok kerékpárt és alkatrészt adunk fel, és nyilván, hogyha mi közvetlenül a vásárlók felé szeretnénk értékesíteni, akkor technikailag ennek nem lenne semmilyen akadálya. Hát, kivéve a kereskedők haragját. Kivétel a kereskedők haragját. Erről csak annyit tudok mondani, hogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Egyébként ez is egy érdekes kérdés, hogy nyilván a kerékpárboltosok úgy vannak vele, hogy mennyi, mekkora, mekkora szemétláda az a nagyker, aki végfelhasználónak el akar adni meg minden, miközben meg legtöbbször az van, hogy, a, hogy azt várják, hogy egy vevő bemenjen a kerékpárboltba, és kérjen egy adott terméket, és majd akkor ők eljönnek a nagykerbe megvenni, tehát igazából, amikor a vevő be akar menni a boltba és hazamenni egy termékkal, akkor ez sokszor nem tudja megtenni. De egyébként meg a nagyker mekkora csúnya bácsi már, hogyha közvetlenül ezt a terméket el akarja adni a végfelhasználónak, és tegyük hozzá, hogy végfelhasználó áron. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy olcsóban adná a végfelhasználónak, mint az ajánlott kiserár nyilván az a legrosszabb, hogyha a nagyker úgy megy direktba vásárló felé, hogy a saját ára gyakorlatilag e, lejebb faragja, és ezzel el lehetett lényíteni a kiskereskedőnél az eladást, tehát ez nem lenne egy túl etikus lépés, tehát mindenképpen én azt gondolom, hogyha egy nagyker ugye egy saját B2C weboldalt nyit, akkor ezt úgy kell megtennie, hogy ettől függetlenül korrekt áréssel továbbra is tudja ugyanazt a kerékpárt a kereskedő is értékesíteni. Ugyanakkor én nagyon sokszor szoktam úgy emlegetni a kereskedőket, hogy ők az első szűrő, és ez nem mindig pozitív. Uh, ugyanis itt a, a kereskedő személyének az ízlése, vagy akár csak a sok éves tapasztalata is meg tudja akadályozni azt, hogy egy termék sikeres legyen, vagy akár ismert legyen. Mert hogyha neki személyesen nem, nem tetszik, és az ő ízlésének nem felel meg, vagy nem jön be annyira, akkor lehet, hogy össze a kerékpárt nem veszi meg. Pedig lehet, hogy a következő héten tőle elvinnének ötöt, mert hogy a vásárlóknak annyira tetszene, de egyszerűen ő ez már kihúzza a sorból. Én nagyon érdekes, hogy volt például zöld színű kerékpárunk még nagyon sok évvel ezelőtt, és mondta a kereskedő, hogy ez tök jó lett. Jól néz ki, jó a felszereltség, tehát így, így még tetszene is neki, de hát zöld biciklit nem lehet eladni. <hállás> és mondom, hogy de hát az előbb mondtad, hogy ez jól néz ki. Hát, de zöld biciklit nem tudunk eladni. Uh. És ezzel nehéz vitatkozni utána, mert itt egy elhatározás van. Ezzel nehéz vitatkozni, és tényleg ez egy, ez egy, ez egy személyes tényező, és egy, és, egy, és egy, olyan szűrő, ami miatt sikertelen lehet egy olyan modell, ami alapvetően pedig jó konstrukció, és még jól is mutat. És nyilván ez, ez az előnye, hogyha van egy, egy concept store akár, vagy pedig van ugye egy B2C értékesítési lehetőség, mert e, akkor ezt a szűrőt úgymond eliminálja, tehát aki a kerékpárboltba megy, az majd látja azt, amit a boltos beválogatott, e, aki viszont megnézi a teljes palettát, az természetesen látja az egészet, és hogyha neki tetszik, és ő saját magának szeretné ezt megvásárolni, akkor már nem függ attól, hogy vajon az ő közelében lévő kerékpárboltos vajon beválogatta-e a saját készletére azt a bringát. És ami még, ami így nagyon fúrja az oldalamat, és aztán vagy válaszolsz, vagy nem. Tehát itt van például a tax. Ugye áruljátok a taxot, már a brutálisan jó virtuális görgői vannak, okos görgők, stb. De ugye élethalál harc ment a Rose Bike meg közöttetek, mert ugye ők is árulták a tax görgőt egy megadott áron, ti is árultátok a görgőket, és igazából ugye a vásárlónak részben az az érdeke, hogy minél olcsóban vegye ezt meg, ez is érthető. De ugye ti belefektetetek abba a pénzt, hogy képezétek a kereskedőket, legyen belőle kész, stb. 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 Tehát nyilván ezek mind pénzbe kerülnek. De hogy alakul most ez a tax téma? Tehát, hogy árban versenyképesek tudtok már lenni a nyugati árakkal, vagy, vagy a kereskedőnek kell hozzáadott értéket adni ahhoz, hogy ez így megérje, vagy hogy áll most ez? Mondjuk, hogy épp, hogy versenyképesek tudunk lenni. Ez annak is köszönhető, hogy mi is csökkentettünk a saját árésünkön a tax termékek tekintetében és a taxis tett lépéseket annak érdekében, hogy az árak a stabilizálja a piacon. Ők a német piacon és a Benelux piacon is elég komoly hát azt lehet mondani, hogy szinte meg megpróbáltak rendet tenni, mert tényleg iszonyatosan elszabadultak az árak, és a hagyományos lefelé, lefelé tehát a hagyományos kiskereskedelmi lánc alá vágtak iszonyatosan mérté iszonyatos mértékben. Ráadásul a tax az alapvetően ugye egy családi cég volt, egy családi vállalkozás, és ő mindig is igyekezett respektálni, ugye, vagy igyekezte respektálni a hagyományos kiskereskedelmét és a kereskedőket, és éppen ezért is volt neki nagyon kellemetlen, hogy a másik vonal, ugye a webes vonal így elindult fölfelé, és ennyire ö, kvázi agresszívan a kereskedők ellen megy. De hát igen, azt meg kell érteni, hogy, hogy a tax onnantól, hogy egy kvázi elektronikus kütyüvél nőtte ki magát, onnantól még inkább áthelyeződött a kereskedelme a webre, hiszen ezzel kicsit elment ugye mondjuk így a tévék és hasonló elektronikai cikkek vonala felé, amiket természetesen már inkább ebben vásárol az emberek többsége, és ezért gyakorlatilag már nagyon sok ember eleve a web webes vásárlásban gondolkodik. Tehát ezt nekünk is meg kellett érteni, Úgyhogy mi is alakítottunk az áron. A taxnak nagyon sok köszönhető abban, hogy ők is betartatják a minimális árakat. Tehát ott is van egy ajánlott fogyasztójáros, van alatta egy olyan ára, ami alatt nem szabad árusítani a termékeket. Úgyhogy valamelyest rendeződött a helyzet. Azt is hozzá kell tenni, hogy. Természetesen még így is vannak olyan akciók, amikkel nem tudunk versenyezni, ez főleg a kifutó modelleknél van. Tehát amikor egy, a tax behirdeti, hogy egy bizonyos modellnek lesz egy utódja, és azt megszünteti, onnantól nincsen semmilyen szabályozás az árakra, tehát azokat bárhova is lehet akciózni. Szabadrablás. Szabadrablás van. Én például rettenetesen örültem, hogy az összes Neo 2 sikerült eladnunk, az előtt, hogy a Neo 2 T megjelent volna mert az biztos, hogy, hogy csak veszteséggel tudtunk volna bármitől is megszabadulni, de szerencsére nekünk nagyon jól jött ki a Neo 2 és a Neo 2T közötti átmenet, mert a kettes elfogyott, és egy kicsit kellett várni a kettőtére, de semmilyen készlet nem maradt rajtunk. És jól emlékszem, hogy a Decathlon is árult taxgörgőket egyébként? A Decathlonnak egy saját palettája van, tehát az azt jelenti, hogy a tax a Decathlonnak normál esetben nem ad olyan taxgörgőt, amit lehet a kiskereskedelemben normál, normálisan kapni. Itt arra is gondolok, hogy nagyon sokszor például olyan modellt adnak el a dekatlonban, amit már... A hagyományos kereskedelemben nem lehet kapni, tehát kifutott modellt. Ez vonatkozik a hagyományos mágnesfékes görgőkre, épp úgy, mint az okos görgőkre. Ezen kívül egy van egy saját modellje, ez a Flow Smart. Ez a leggyengébb ellenállású, tugsz, teljesen uh, smart görgő és FLC görgő, amit lehet vásárolni jelenleg a piacon. Viszont hozzá kell tenni, hogy ennél azért bizony akadtak műszaki problémák is, így szerencsére ezekkel a problémákkal mi nem is szembesültünk, mindössze fórumos visszajelzésekből tudjuk, hogy, hogy léteznek. Szerencsére ugye a kiskereskedelemben jelenleg kapható görgőknél ezek a problémák nem állnak fent. De mondom náluk, szinte mindig más modellek vannak. Normál esetben és aztán néha betolnak egy olyan akciót, ami pont az a modell, amit mi árulunk. Erről mi nem tudunk, meg semmilyen értesítést nem, nem, kapunk, csak valakitől jön a visszajelzés, hogy, hogy hát a Vortex már full connectet mondjuk lehet kapni a Decathlonban 30 ezerrel olcsóbban, hol, holott az nálunk is egy akciós modell. És mi meg azt mondjuk, hogy az lehetetlen, mert az egy kiskereskedelmi modell, és nem egy dekatlanos. <laughs> és kiderül, hogy hát de. <laughs> Most két hónap igaz. Ajajaj. Aj, aj. Hát igen, ezek, ezek nagy meglepetések, főleg akkor, amikor évszezon van, és készlet van belőle, hiszen nyilván a dekaton is ekkor adja el, meg a külföldi webshopok is akkor tolják, amikor szezon van. <laughs> Igen, és ez, hát mondom, a görgő azért az egy egész szűk, tehát hogy amikor el lehet adni görgőt, az egy egész szűk intervallum az évben. Az egy nagyon szűk, de gyakorlatilag ez így a téli sporttal kezet lehet fogni. Az is egy szintén egy pár hónapra korlátozó eladást jelent, minden tekintetben. annak ellenére, hogy ugye a taxis is, illetve a többiek is úgy gondolják, hogy nyilván a görgőzés az most már egy teljes éves szórakozás és edzés forma lehet de ettől függetlenül azért mi is látjuk az aladásokból, hogy gyakorlatilag onnantól, hogy kisüt a nap, onnantól akinek van görgője, lehet, hogy ráül néha, mert aki már zwiftezik most például télen, az lehet, hogy amikor utána a sötétben ér haza, vagy nagyon kevés ideje van tekerni, akkor ugyanúgy felül nyáron is ez viftes edzésre, de ezért valaki külön, aki télen nem vette meg a görgőt, utána később már nem fogja. Tehát az kivárja valószínűleg a következő legalább októbert, vagy novembert, és majd akkor fog görgőt vásárolni. Oké, okay, és végére jöjjön a fekete leves. Ugye azt írtuk a, a hallgatóinknak, illetve a olvasóinknak, mert a Facebookon tettük fel a kérdést a kontra a Facebook oldalunkon, hogy írjatok kérdéseket, hogy nagyker témában mire lennétek kíváncsiak, úgyhogy ezt most így jól rádömlesztem, bár lesz olyan, ami nem, fej, nem, kifejezetten rátok vonatkozik, de azért te is elég régóta benne vagy itt ebbe a bizniszbe ha, ahhoz, hogy tudjál rá válaszolni. Első kérdés, és nem változtatta meg a kérdéseket, így vannak leírva. Miért drágább minden itthon, mint a nyugati webshopokban? Mm, elsőként azt nézzük meg, hogy vajon a mondjuk a nyugatnémet. Nyugatnémet? Nyugatnémet. Nézzük meg, hogy az nsk s boltban mennyibe kerül. A csehszlovákkal szemben. Így van. Tehát az első kérdés ugye úgy kéne, hogy hangozzon, hogy ez a mondjuk a német boltban mennyivel olcsóbb, illetve a nettó ára mennyivel olcsóbb, illetve olcsóbb be, mert nem. Egy, mert sokan elfelejtik, hogy azért a német, osztrák áfa, meg a magyar áfa az már önmagában jelentősen eltér. Tehát amikor mondjuk 17%-ot kell összehasonlítanunk 27-tel, akkor ott már eleve van egy jelentős differencia. Másrészt ugye a fogyasztói árak a boltokban alapvetően, ha nincs akció, akkor nem alacsonyabbak mint a magyar árak, viszont a webshopok árai azok lényegesen alacsonyabbak. Ezt ugye, hát egyrészt ők nagyon nagy volumenben képesek venni, vásárolni. Tehát, ha megnézzük, ugye azok a webshopok, ahonnan a magyarok vásárolnak, zövében egyébként német webshopok. Ne felejtsük el, hogy mi egy már kevesebb mint 10 10 milliós ország vagyunk. A németek több mint 80 millióan vannak. És viszont van pénzük. És van pénzük. Viszont nem elég, hogy sokkal többen vannak, de a vásárlóerő az mérhetetlenül nagyobb. A, a sport célra elköltendő pénzt, tehát hogy ők mennyit szánnak egy-egy kerékpára, az lényegesen nagyobb. Tehát, hogyha mindez, mindezt, együtt nézzük, akkor oda jutunk, hogy ez a piac az nem 8 szor nagyobb a hazainál, hanem olyan 20 szor. És nyilván, amikor egy ekkora piacról beszélünk, ott akár egy ilyen óriási webshopnak, sokkal nagyobb lesz a potenciálja a vásárló ereje, mint egy magyar webshopnak, illetve bocsánat, egy magyar nagykereskedésnek. Tehát egy magyar nagyker sokkal kisebb tételben tud vásárolni, mint akár egy kinti webshop. Plusz egy kinti webshop nagyon sokszor egy lépcsős kereskedelmet csinált, tehát gyakorlatilag nincsen külön kisker meg nagyker árés illetve ha van is, akkor olcsóbban is tudja nagyon sokszor beszerezni a terméket, mert jobb kondíciókat kap magától a gyártótól, vagy magától a nagykereskedőtől, és utána ő maga is egyébként kisebb áréssel értékesíti tovább ezeket a termékeket. Azt se felejtsük el, hogy a működési költségek lényegesen alacsonyabbak szoktak lenni, mert nekik nem kell egy olyan személyzetet fenntartani nem mondom, hogy raktárat nem kell fenntartani, mert a külföldi webshopoknak bizony nagyon komoly készletük van, nagyon komoly raktárakat tartanak fent, tehát ettől függetlenül nyilván a raktározási költség az náluk is ugyanúgy megjelenik, viszont lényeg... És az talán azért masszívabb is, mint nálunk, mert az egy német raktározási költség, meg raktáros bére az más kategória. Ez elképzelhető. Bár azt gyanítom, hogy ezekben a raktárakban nagyon sok minden már automatizált. És magyar. Vagy akár magyar. De hogy a költségeik azok, azok alacsonyabban mozognak, mint a, a magyar hagyományos kiskereskedelmi láncnak, ugye az összetett költségei, tehát a nagykerműködési költsége, a kiskernek a működési költsége, és nyilván, ugye valójában ezt senki sem csak a jó szívéből csinálja, hanem valamennyit keresni is szeretne rajta, hiszen meg is kell élni ebből az üzletből. És valóban nehezen tudjuk, illetve nagyon sok esetben nem tudjuk fölvenni a versenyt a külföldi webshopok áraival. Ez nem fog a jövőben sem változni. Van egy ismét nagyon remek kérdés. Hogyan lehet áfa nélkül vásárolni? Ez igazából annyira tükrözi egy... Tehát ez egy ilyen teljesen magyar kérdés, tehát hogy, hogy egy, ilyen, egy németben ilyen fel sem merül, tehát mi, mi mindig rögtön trükközni szeretnénk valamivel, de igazából erre is van már ma megoldás. Hát erre két megoldás van. Az egyik, amikor a bolt behirdeti, hogy áfamentes napok, és természetesen ugyanúgy áfával adja, csak leakciózza 27%-al a terméket, tehát annyit enged a saját áréséből. Ugye ez a legegyszerűbb megoldás, és egyébként nagyon hangzatos, és nagyon trendi, mert iszonyatosan sok magyar akár webshop, akár áruházláncokot szokott mentes napokat hirdetni, ami nyilván csak röhög az ember, hiszen onnantól, hogy ő áfa nélkül adja onnantól száma nem is lenne számla képes. Már pedig ezt ugye nem teheti meg, hogy hogy számla nélkül illetve blok nélkül értékesít bármilyen terméket. A másik lehetőség az áfa nélküli vásárlásra, hogyha export eladásról beszélünk hiszen abban az esetben ugye az áfa az visszaigényelhető, vagy már ki sem kell fizetni. Viszont ahhoz egy külföldi cégre van szükség, tehát hogyha mondjuk a magyar nagykertet mi is szoktunk eladni ugye exportvevőknek, ők ugye export számlát kapnak a termékről, és innentől ugye nekünk nem felelősségünk az, hogy ő hova mit fizet be. Viszont hivatalosan ez úgy néz ki, hogy amikor ő belépteti a terméket az adott országba, hova viszi, akkor ő be kell, hogy csengesse az áfáját az ottani adóhivatal felé. Bár ahogy mostanában elnézem, szerintem Magyarországhoz képest bármerre viszi az árut, olcsóbb lesz az áfa. Tehát, <laughs> tehát, nagyjából tök mindegy. A lényeg, hogy a magyart ne kelljen kifizetni, a sajátját inkább bevallja. Igen, meg nagyon sokszor történt ez úgy a múltban, illetve gyanítom, hogy máig történik úgy, hogy itt kifizeti exportáron, és kiviszi nem nyugatra, hanem keletre, és nem fizet senkinek semmit, és utána a saját boltjában megszámla nélkül értékesíti. Sőt, sajnos ebből az irányból hallunk olyat is, hogy a magyarok erőszeretettel vásárolnak tőlünk nyugatra úgy kerékpárt, hogy vagy van EU-s adószámuk, vagy szereznek ismerőstől, stb. És megveszik netto áron a kerékpárt, majd itthon elfelejtik az áfát befizetni róla. Ez ugye akkor lesz szép történet, majd amikor ezek az országok harmonizálják a rendszereiket egymással, és ezek mind ki fognak majd bukni. Bár szerintem egyelőre más nagyságrendben van problémája az államnak az áfa fizetéssel. Egy ismét nagyon jó kérdés, miért tajvani vázakból épülnek a magyar kerékpárok? Ez teljesen testes szabott kérdés, hiszen ti gyártotok magyar kerékpárt? Mm, nézzük azt, hogy nem tajvani vázakból, hanem távol vázakból. Tehát itt elég sok náció részt vesz a vázak építésében. Tehát ez Kína-Tajvan, például mi a, a kerékpárjaink többségét kínai eredetű vázakra építjük. Természetesen a tajvani vázak is előfordulnak de ezen kívül ugye Kambodzsában, Vietnámban is elég sok kerékpárgyár, illetve elég sok cég gyártat Kambodzsában és Vietnámban is például kerékpárvázakat, és itt ne kis cégekre gondoljunk, hanem például a GT-nek is van Kambodzsában gyára, illetve hát az nem saját gyár, hanem egy bérgyártó, egy tajmeni bérgyártónak a kambodzsai üzeme. De hogyha megnézek akár ilyen tíz évvel ezelőtti Kona ösztelós vagy akár merebb ringákat, bizony ők már akkor gyártattak például Vietnámban, és itt mondom, ne olcsó bringákra gondoljuk, tehát például kikapukat, tehát ösztelós cross-country gépeket is gyártottak Vietnámban. A lényeg, hogy ez nem egy magyar sajátosság, hanem ez egy olyan sajátosság, ami az egész világra jellemző, hogy a nyugat gyakorlatilag exportált a teljes, illetve hát így kihelyezte a teljes termelését távol keletre. Ez egy, elég rossz döntés volt, és itt egyáltalán nem csak a vázakról beszélünk, hanem körülbelül mindenre. Tehát itt, itt kínai, tajvani, japán, kambodzsai, malajziai, uh, maláj és egyéb alkatrészekről beszélünk, tehát amikor ugye a Shimano alkatrészekről beszélünk, de ugyanígy nyergek, felnék, hajtóművek. Gumi alkatrészek mind kivétel. Nélkül, Igen, tehát, amit, amit csak meg tudsz nevezni, a legtöbb alkatrész ma Távol keletről jön, nem csak a magyar gyártású kerékpároknál, hanem a német gyártású, a lengyel gyártású, a bolgár gyártású, a USA gyártású kerékpároknál is. Van pár aki a felső kategóriának a gyártását megtartotta, tehát úgy értem, hogy beszállító, tehát mondjuk gumigyártó vagy alkatrészgyártó megtartotta az anyaországban. Igen, és a kontinentálnak a legfelsőbb kategóriája az made in Germany valóban. Így van, tehát pont azért, mert ezeknél ugye szeretnék, hogyha minőség ellenőrzés, biztosítás ugye tényleg első kézből történne, és így tudják garantálni, hogy a top termék az, az valóban hibamentes és valóban top minőségű is legyen, de ettől függetlenül nem azt mondom, hogy a középkategória, hanem bizony a felső kategória 90-95%-a is, tök mindegy, hogy milyen alkatrészről beszélünk, a távol keletről jön. És mi történne akkor, ha Noizer András úgy döntene, hogy már pedig ő itthon fogja heggesztetni is a vázakat? Egyáltalán meg lehetne ezt ma oldani, vagy brutálisan drágák lennének, vagy tehát egyáltalán megoldható még ez? Megoldhatónak megoldható, ugye létezik valamilyen szinten e, európai gyártású kerékpárváz, bár amennyire én látom, ezek inkább manufakturális jellegűek, ott pedig egy váznak az ára meg költsége az egészen más szint, tehát amikor azt mondjuk, hogy egy merevváz mondjuk 1000 euró környékén van, azon a szinten lehet Európában kézzel manufakturális szinten kerékpárvázat gyártani de nagyon kevés cég van, aki a tömeggyártását, a tömegigényeket szolgálja ki, és versenyképes lenne a távolkereti árakkal. Úgy is, hogy hozzá kell tegyem, hogy a távolkereti árak vázgyártásban is nagyon sokat emelkedtek az utóbbi években, akár az utóbbi tíz évben, megy fel a nyersanyagnak az ára, ugyanakkor megy fel a munkaerőnek is az ára, hiszen például a kínai munkások iszonyatosan alacsony költségekért dolgoztak mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, és ma már ez nem így van. Tehát ma már a kínai kereset az majdnem, hogy összemérhető egy szegényebb európai országnak a keresetével, és éppen ezért már ugye a kínai vázaknak az ára is sokat emelkedett, de még így sincs versenyképes európai gyártás. Azért tényleg ez a durva benne, hogyha ha egy cég eldönteni, hogy már pedig ő egyte magyar termékeket akar előállítani, akkor gyakorlatilag csődbe vinni önmagát, mert mondjuk egy most 120 ezer forintos bringa lehet, hogy 220 ezerbe kerülne ezzel. Hát sajnos ez így van, tehát az európai alternatíva az mindig olcsóbb. Vannak egyébként olyan e, termékek, amikben még mindig erős az európai e, gyártás, tehát hogyha például a nyergeket megnézzük, akkor e, ott van Tajvanon ugye a Velo, ami a világnak talán a legnagyobb nyereggyártója, és itt ne gondoljuk, hogy csak a veló termékekről van szó, mert hogyha megnézzük például a VTB-t, Prologót, illetve jó pár brendet, akkor ezek veló nyergek, tehát ők is a velónál gyártatnak, viszont nyilván saját házon belüli tervezésük van. Uh, tehát a Velo a világ legnagyobb nyereggyártója, de ugyanakkor például Olaszországban rengeteg nyerges cég van, és nagyon komoly nyerges cégek, tehát a, a, sportverseny kategóriában messze ugye továbbra is az olaszok a legnagyobb, tehát itt említhetek egy fiziket, Szelleroyált, egy e, uh, Szelleszemmárkót, és még jó pár céget, akik, akik, Olaszországban dolgoznak, de ugyanakkor még egy középkategóriával, vagy az a komfort kerékpárnyelgekre, hogyha levetítjük, ott is még egy egész jelentős hányadát gyártják ugye Európában. De ugyanakkor például, hogyha hajtóműveket, váltókat nézem, akkor meg szinte semmit. És talán egy picit ehhez is ö, kapcsolódik, bár nem annyira gyártás. Egy következő kérdés. Aki ma hazánkban egy új márkát szeretne létrehozni, vagy gyárt most egy meglévőt, az hogy tudja felvenni a versenyt a komoly marketinggel megtolt, akár B2B rendszerben működő cégekkel? Itt inkább B2C rendszerről beszélünk, az gyanítom. Ö, igen. <laughs> igen, tehát ö, akár olyan cégekkel szemben is, akik közvetlenül a vevőknek adnak el, mint például a Kenyon meg a Róz. Alapvetően szerintem a legegyszerűbb az, hogy máshol próbálunk lőni. Tehát e, például a Neuser kerékpároknak nem konkurenciája, sem a Kenyon, sem a Rose, e, mivel nincs átfedés a paletták között. Tehát ez a, ez a legegyszerűbb megoldás, illetve hogy más a célcsoport is, akiknek a kerékpárt el akarjuk adni, tehát akiknek mi eladjuk a kerékpárjaink többségét ők továbbra is, ahogy ugye egy korábbi kérdésnél említettem, ők bemennek a kerékpárboltba, mert ott kapják meg a szakszerű segítséget, hiszen ők nem értenek olyan szinten a kerékpárhoz, és nyilván a megfelelő bringa kiválasztásában ugye ott, 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 tudnak leginkább segíteni. Még a b ugye a hagyományos, vagy bocsánat, a, a, tudatos vásárló fordul, aki már egy kicsit kiművelt a témában. Tehát ezáltal... Ez aki tud geometriát olvasni, aki, aki tudja, hogy pontosan mire van szüksége. Vagy aki azt hiszi, hogy tud geometriát olvasni. <laughs> Igen, ez, ez volt a pontos megfogalmazás, mert azért ahhoz el kell fogyasztanod pár Biciklit, hogy tud, hogy csak abban a szakákban mi az a geometria, ami neked szimpatikus. Igen, ez, ez, ez így van. De az biztos, hogy alapvetően a legegyszerűbb módja az, hogyha egy másik piacra lövünk, és, és gyakorlatilag nem konkurálunk ezekkel a cégekkel, hiszen gyakorlatilag egy, egy, egy róz vagy egy Kenyon a magát a nagy német piacot, ahol egyébként brutális a vásárlóerő, azt is iszonyatos mértékben letarolta. Tehát, tehát eh, annak ellenére, hogy mondjuk ott egy specialized dal, egy trekkel, illetve hasonló rendekkel, nagyon nagy tradícióval rendelkező, és nagyon komoly műszaki tartalmat kínáló márkákkal versenyez, ott is nagyon-nagyon nagy hányadát el tudta vinni a piacnak. Tehát, Nyilván ez egy árérzékeny magyar piacon, hogyha nekünk ezekkel a cégekkel kéne konkurálni, akkor könnyen lehet, hogy elég nagy bajban lennénk. Igen, hát azt hiszem ezzel egyrészt az adás végére is értünk, sőt talán egy kicsit túl is nyúltunk a szokásos egy órán, de azt hiszem, hogy elég érdekes volt a történet, és talán most a hallgatók is, ti is, Tík is, úristen, mekkora parasztok! <laughs> szóval ti is, hallgatók, beleláthattatok abba, hogy, hogy hogy működik egy nagyker. És igen, lehet szidni a nagykereket, hogy miért nincs ez, miért nincs az, miért van ennyire-annyire. Azért ennek alapvetően vagy gazdasági okai vannak, vagy egyszerűen a, a, a hazai piac sajátosságainak. És nyilván én is végfelhasználóként is megértem azt, hogy hol érdekel engem, hogy mondjuk az az adott simanó váltó, az miért kerül kevesebben Németországban, mint Magyarországon? Nekem az a lényeg, hogy a végén mennyit kell érte átutalni. De ugye, ha már nem átutalni kell, hanem be kell menni egy kerékpárboltba, akkor a képlet már rögtön teljesen más. Szóval köszönjük, hogy most is velünk tartottatok ebben az epizódban. Továbbra is kövessétek a Facebook oldalunkat, ahol, uh, ahol megjelennek az aktuális műsorokkal kapcsolatos hírek, illetve próbáljuk egyre gyakrabban előhozni ezt, hogyha tudjuk előre, hogy leszervezett interjú van, akkor tudjatok kérdezni, mint most is. Illetve nagyon köszönjük azoknak, akik Patreonon támogatnak minket, illetve kövessetek minket a, a, többi podcast csatornán is, amelyik nektek szimpatikusabb Apple Podcast, Google, ilyen, olyan, olyan, Én igazából ezt Béla tudja már ügyesen felsorolni, de az oldalunkon megtaláljátok az összesnek az elérhetőségét, és hát tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok! Én is elbúcsúzom, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Igen, és köszönjük Zolinak, hogy a rendelkezésünk át ilyen kérdésekben. Sziasztok! Kontra.